Kovács Borláka vagyok, tudományos segédmunkatárs, és a Pannon Egyetem vegyész és nyelvtudományok doktori iskolájának PhD hallgatója vagyok. A Nanobiol Sensorika kutatólaboratóriumban én genetikailag módosított fehérjékből hozok létre felületi bevonatokat, és ezeken a bevonatokon vizsgálom humán sejtek adhéziós kinetikáját. Azt szeretném megérteni, hogy a sejtek hogyan viselkednek, hogyan tudnak kitapadni különböző felületeken, illetve hogy hogyan tudjuk a sejteknek a kitapadását és működését befolyásolni különböző molekulákkal. Sejtadhéziós bevonatokat tudunk különböző mintázatokban felvinni a felületre, ezzel pedig befolyásolni tudjuk azt, hogy hogyan növekedjenek a sejtek. Még az egyetemi éveim alatt a BSC TDK dolgozat írása kapcsán kerültem ide, addigra vagyok kapcsolatban a laborral, és mióta PhD hallgató vagyok, 3 éve dolgozom nap mint nap itt. A legjobban azt szeretem, hogy mindig új dolgokat lehet megtanulni, nagyon sokat kísérletezünk. Jó érzés, amikor a világban más kutatók érdemesnek találják a munkánkat arra, hogy egy külföldi folyóiratban publikálhassuk.